Molnár Szabolcs vagyok, 20 éve vagyok a pályán, ortopéd traumatológiában. Az egyik érdekes terület, amiben mélyebb tudást szereztem, az a lipocsemsz. Sírból levett őssejteket használunk regenerációra, főleg nagy izületeknél. Az az érdekes, és azt kell tudni, hogy a zsírban 100-szor annyi őssejt van, mint mondjuk a csontvelőben, vagy a köldökzsinórban. Ezeket mechanikai módszerrel különítjük el a zsírsejtektől, illetve azokat leszűrjük, és egy megfelelő értékes szuszpenziót, tehát oldatot fecskendezünk be tért, csípő, esetleg váll izületbe, fájdalomcsillapítóval. Ez egy műtéti beavatkozásnak számít, de nem annyira megterhelő, és az utána lévő dolgok is egyszerűbbek. Ugyanakkor azoknak a betegeknek, akiknek ezt ajánljuk, 30-50%-os életminőség javulást is eredményezhet. Elsősorban kopásos jellegű betegségeknél ajánljuk, nagyizületi kopásoknál, tehát csípőtérd, olyan esetekben, amikor még van valamennyi porc felszín, de nem kopott teljesen le. Itt van esélye az őssejtnek, hogy megtelepedjen, és átalakuljon azokká a sejtek ki, amik őt körbeveszik. Ennek van egy hosszú ideje, egy 6-12 hét. Sokan jönnek idős betegek, kopott izülettel, protézis helyettesítő vagy alternatívaként. Ez nem helyettesíti a protézist. Akkor van meg a helye, amikor már mindent megtettünk, de a beteg nem javult, de még nem szeretnénk protézist beültetni. Ahol nagyon látjuk azt, hogy sikeres és sokat tudunk segíteni, azok a relatíve fiatal, tehát 40-50 éves korosztályba tartozó emberek, akik sportolnak vagy sportoltak, vigyáznak magukra, betartják az utasításokat, végnyak, ezeknél különös sikert tudunk elérni, tehát az életminőségünket javítjuk. Természetesen más korosztálynak is ajánljuk, de végig kell menni egy szigorú kivizsgálási procedúrán. Van egy ideális betegségcsoport, akiknél azt tudjuk mondani, hogy igen, ezzel tudunk segíteni. Ezzel a beavatkozással nyújtjuk azt az időt, ami a protézisig eltelik. Megváltoztatjuk az életminőségét. Nem változtatjuk meg a folyamat irányát, csak a lejtését tudjuk csökkenteni, és kényelmesebbé tenni a mindennapjait a betegnek.